Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Országosan a harmadik legenyhébb tél ért véget nemrégen, viszont ez közel sem jelenti azt, hogy a télnek abszolút vége, hiszen a mostani beszélgetésből kiderül majd az is, hogy bizony még könnyedén téli fordulat is előfordulhat időjárásunkban, annak ellenére, hogy a napokban akár 20 fokig is kúszhat a hőmérők higanyszála. Hogy milyen ez az időjárás, arról is beszélgetünk. Itt van Kis Márton, az Országos Meteorológiai Szolgálat csoportja munkatársa. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És még mielőtt az aktuális időjárásról szólnánk, tekintsünk vissza erre a térre, ami állítólag a harmadik legenyhébb volt országosan. Sopronban mi a helyzet? Országosan valóban a harmadik legenyhébb tél volt, de nem csak Magyarországon, hanem Kárpát-medence szerte és Ausztriában is rendkívül magas hőmérsékleteket regisztráltunk. Itt Sopronban is rendkívül enyhe volt a tél, 1856 óta vannak megbízható meteorológiai mérések, és itt is, hogyha beillesztjük ebbe az adatsorba, akkor nálunk a második legenyhébb télnek tűnik ezek alapján. Különösen a február, illetve december volt nagyon enyhe. És érdekesség, hogy január az a síkvidéken, tehát mondjuk 500 és 1000 méter alatti térszínekben volt viszonylag hűvös. Ez annak volt köszönhető, hogy januárban semmi front nem érkezett, alig fújt a szél, hidegpárna alakult ki. Ez azt jelentette, hogy az alacsonyabban fekvő térségekben megült heteken keresztül a hideg levegő, és ez tartotta január középhőmérsékletét ilyen alacsonyan. Hogyha januárban is gyakrabban érkeztek volna frontok, akkor ugyanolyan enyhe idő lett volna, mint februárban. Ezt tapasztaljuk azok alapján, hogy például a hegyvidéki állomásokon, akár a Kárpátokba, akár az Alpokba, az elmúlt január, az elmúlt 30-40 év legenyhébb januárja volt, ugyanis ezek kilógtak ebből a hideg párnából, és rendkívül magas hőmérsékleti értékeket mértek. Tehát igazából, hogyha mind a három téli hónapot tekintjük, itt lent ugye a január hűvösebb volt egy kicsit, vagy hidegebb volt, de a Közép-Európában ez az összes három téli hónap nagyon-nagyon enyhe volt, sok év átlagnál esetenként 4-5 fokkal mértünk magasabb értékeket, és különösen szélsőséges volt ilyen szempontból február. Mi volt a legalacsonyabb érték mondjuk januárban? Mert én nem emlékszem személy szerint, hogy mondjuk mínusz 10, mínusz 15, mínusz 20 előfordult, holott ez egy egészen természetes értéknek kell lennie télen. Így van, nagyon-nagyon kevés volt a fagyos nap, téli napot alig-alig rögzítettünk. A legalacsonyabb hőmérséklet az mínusz 5,7 fok volt ebbe az évszakba. Ezt január 7-én mértük a meteorológiai állomáson. Ez rendkívül magas értéknek számít. Igazából Sopronban most már 2 éve nem fordult elő mínusz 10 foknál erősebb fagy, amire azért szükség lenne annak érdekében, hogy a túlélő kártevők megcsappanjon télen a számuk, és ez idén teljesen elmaradt. Februárban mindössze 4 fagyos napunk volt, tehát 4-szer csökkent a hőmérséklet fagypont alá. Ez igazából március végétől április közepéig tartó időszakra lenne jellemző. A januári értékek ugye hidegpárna miatt viszonylag magasak voltak, 29 napon rögzítettünk fagyot, de például, hogyha december tekintjük, akkor is alig a hónap felébe fordult elő fagy a térségünkbe. Ezek rendkívül szokatlan értékek, tehát hogyha ezt összeadjuk, alig kapunk egy 50-es értéket a fagyos napok számára a téli évszakban, tehát gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy a tél fele fagymentesen telt, és olyan nap, amikor napközben sem emelkedett a hőmérséklet fagypont alá, ebből mindössze 21 darabot rögzítettünk itt Sopronba, ami rendkívül alacsony értéknek számít. Nagyon-nagyon enyhe volt a tél, és különösen februárt kell kiemelni. Januárral ellentétben februárban sorozatosan jöttek a légköri frontok, ennek köszönhettük a nagyon gyakori viharos szelet. A 29 napból 18 napon rögzítettünk viharos széllökéseket, tehát közel a hónap 2/3 volt telt viharos széllel. Legerősebb széllökés a 112 km/h ért el. Ezeknek a nagyon gyakori szeleknek köszönhetően szinte robogtak a frontok februárban a Kárpát-medence fölött, óriási légnyomás ingadozások voltak, ugye a viharos széllel, és az a viharos szél bizony enyhe levegőt hozott. Ennek következtében a februári átlag hőmérséklet Sopronban 7,1 fok lett, ez áprilisnak megfelelő érték. Ilyen magas februári középhőmérsékletet Sopronban a mérések kezdete óta nem regisztráltunk. Legutóbb 1966-ban érte el a 6 Celsius fokot az átlag hőmérséklet februárban. Hozzá kell tenni, hogy egy átlagos február hőmérséklete az 1,5 fok. Tehát ehhez képest tekintsük ezt a 7,1 fokos értéket, ami közel 6 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Tehát óriási enyhesség tombolt egész februárban. És
Hát ez a szél fönt is hozott, 23-án éjjel itt Sopronban 20 fokig emelkedett a hőmérséklet. Tehát nagyon érdekes volt, hogy a maximum hőmérséklet éjszaka állt be ennek a fönnviharnak a hatására, 20 Celsius fokkal, de például a Fertőrákoson 21,1, Nagymartonban 20,4 fokot mértek. Tehát az egész térségünkben, Sopron hegységtől északra lévő részeken, azon az éjszakán 20 fok fölött alakult a hőmérséklet, ami példátlan jelenség. Minek tudható ez be? Lehet tudni? Hát speciál ezek a helyzetek, tehát a februári időjárási helyzet a sorozatos frontoknak köszönhető. Ugye északkelet felől nem épült ki jelentős magas nyomású légköri képződmény, ami meggátolta volna a nyugat felől érkező frontokat. Sorozatba jöttek a frontok nyugat felől. Igen, ez így érthető. Tehát januárban ugye a frontok elmaradtak, meg volt az a hideg. De minek köszönhető akkor az, hogy ennyi front érkezett, mert ugye valóban ez mondhatni példátlan, hogy ilyen magas értékeket mérjen bárki is februárban. Nagyon-nagyon erős volt a sarkvidék körül a polárfront az egész évszakban, tehát ami körbe kerüli a sarkvidékeket, ez a jet magassági áramlás, és emiatt nem tudtak hideg magok leszakadni a déli területekre. És ez normális ez? Hát elő-elő fordul egy-egy télen. Tehát ahogy mondtam, nem volt azért példanélküli. Ugye 1966 vagy akár 1989-90 tele, de mindenképpen azért egyértelmű a tendencia, a globális felmelegedés is ebbe számottevő lépcső lehet, ugyanis ha tapasztaljuk, egyre-egyre enyhébbek a telek. Tehát egy-egy hideg tél ugyan becsúszik mostanában is, de egyre ritkábban fordul ez elő. Tehát alapvetően ugye emelkedett a bolygónknak az átlaghőmérséklete, emiatt az ilyen extrém telek, amik régebben is előfordulhattak, most ugye még nagyobb kilengéseket okoznak pozitív irányba, még kevesebb fagyos nappal és még enyhébb hőmérsékletekkel. Viszont nem örülhetünk annak ellenére, hogy mindjárt mondod, hogy a napokban 20 fokot is ismételten mutathatnak a hőmérők, mert hogy azért téli fordulat is látszódik. Hogyan alakul most a következő egy-két hét időjárása? Következő napokban ugye még előfordulhat további felmelegedés, tehát a hőmérsékletek elérhetik a 20 fokot, igazából ezt most alulról fogjuk súrolni ezeket a 20 fokos értékeket. És úgy néz ki, hogy február 14-e körül érkezik. Vagy pontosabban március. Március 14-e körül érkezik majd egy markáns hidegfront, és ekkor a sok évi átlag köré csökken a hőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy ez egy komoly téli fordulat nem várható, de megjelennek a hajnali fagyok, ami ugye nem tesz jót, mivel hogy a növények most már nagyon sok helyen virágzásban vannak, és bizony nappali hőmérséklet is az eddig megszokott 10-15, esetleg 15-17 fokos tartományról visszaesnek inkább az 5-10 fokos értékek közé, és bizony előfordulhatnak hózáporok is. Sajnos, ami rossz hír, hogy jelentősebb mennyiségű csapadék a továbbiakban sem várható. Ugye nagyon-nagyon száraz volt a tél, tehát január-február alig hozott 10-10 mm csapadékot, rendkívül nagy szükség lenne a további esőkre. Most ugye március elején ez kicsit javult a csapadék miatt, de a következő két hétben sem számíthatunk jelentős mennyiségű esőre, ami pótolná a talaj mélyebb rétegeinek a vízkészletét. De annyit lehet tudni, hogy valószínűleg lehűlés kezdődik. A lehűlés az mindenképp, és úgy néz ki, hogy azért a havazásoknak sincs még lefutva teljesen az ideje. Igazából, hogyha normálisan belegondolunk március közepéig, március végéig, azért a mi térségünkben elő-elő szoktak fordulni havas periódusok. Úgyhogy még egy-egy hózáport, egy-egy reggeli előforduló hótakarót rövid ideig majd a hónap második felébe tapasztalhatunk, és akkor talán utána tényleg megérkezik az igazi tavasz. Ezek alapján akármi leszűrhető azzal kapcsolatban, hogy milyen nyárra számítsunk? Semmi, egészen konkrétan, mert ugye a meteorológia előrejelzések különböző modellekből készülnek. Ezek ugye az idő előre haladtával a bizonytalanság miatt egyre nagyobb szórást mutatnak, és emiatt ugye az időjárás végül is egy idő után ezek a modellek annyira szétszórnak, hogy igazából a sok évi átlagot kapjuk meg középen a modellek eredményeként. Tehát pontos időjárási helyzetet elmondani ugye nem lehet. Igazából most csak a tapasztalat beszélhet belőlünk, hogy az elmúlt 30 év, 40 év éghajlati átlagai alapján ugye az emelkedés az egyértelmű tendencia a hőmérsékletben, csapadékban kicsit bizonytalanabbak vagyunk. Elmondhatjuk igazából, hogy a sok évi átlagnál melegebb és kicsi szárazabb nyárra számíthatunk. Készülnek ilyen éghajlati előrejelzések, de ez nem konkrét időjárási előrejelzés, hanem csak egy ilyen hosszú távú kitekintés, úgyhogy két hétnél távolabbra tekinteni nem is érdemes, és aki azt mondja, hogy a két hétnél tovább, vagy 30 napra, egy évre előre, napra pontosan meg tudja mondani az időjárást, az igazából ehhez a szakmához nem igen ért.
Viszont arról te is tudsz egymást mondani, hogy egy ilyen enyhe tél milyen hatással lehet a mezőgazdaságra és esetlegesen más iparágokra? Azt is tapasztaltuk, hogy a talajban a fagy gyakorlatilag nem hatolt le. Egy-egy napon fordult elő az, hogy a talajban mélyebb, mondjuk 5 cm-ig lehatoljon a talajfagy, így a kártevők nem pusztultak el, ezt ugye tapasztaltuk mi is, hogy akár egy-egy enyhe januári-februári nappalon megjelentek ismét, a bogarak röpködtek, szúnyogok, lepkék, tehát nagyon-nagyon magas számba fordulnak ezek elő. Mezőgazdaságra ugye a csapadékhiány van jelentős hatással, nagyon-nagyon kellene az eső, a tavalyi a szájos időszak sem pótlódott ugye a tél folyamán, hótakaró gyakorlatilag nem alakult ki. Igazából Sopronban egyetlen egy hótakarós napot rögzítettünk a tél folyamán, ezzel sikerült megelőzni a 89-90-es telet, amikor egyetlen hótakarós nap sem fordult elő, de egész tél folyamán az, hogy egy hótakarós napunk legyen, amikor 1-2 cm-es hóréteg alakult ki itt a városban, ez is rendkívüli jelenségnek számít. Tehát telente ez igazából nem szokott előfordulni. Ami a pozitív hőmérsékleti anomáliákat jelenti, az pedig nyilván hát az ipart is befolyásolta, ugye kevesebbet kellett fűtenünk, de igazából valahogy ez a hideg szél, ez a gyakori szélvihar, a januári szélmentes párás időszak pedig a hőérzetünket jelentősen rontotta. Tehát, hogyha beszélgetünk így, akik nem figyelik részletesebben az időjárást, ők igazából nem is vették észre, hogy annyira nagyon enyhe lett volna az idei tél. Kis Mártonnak, az OMS Soproni munkatársának köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak. Minden jót kívánok, viszontlátásra.